Vágyott már arra, hogy egy időgépbe ülve tisztánlással jövőt? Hogy tudja, mit kell most tennie, és mit kell elkerülnie ahhoz, hogy hosszú távon elégedett és sikeres legyen mind szakmailag, mind a magánéletében. Gondolt már arra, hogy jelenbeli döntései milyen hatással lesznek jövőbeli kilátásaira? Ha igennel válaszol ezekre a kérdésekre, akkor jó helyen van. Ez itt a Future Talks, a Trade Magazine Business podcastja, én pedig Krizsó Szilvia vagyok. Műsorunkban ismert és elismert üzletemberekkel, tudósokkal és szakértőkkel hozzuk közelebb a jövőt. Tartson velünk! Nárai Tamás a vendégem, aki... Hát mit mondjak róla, Tamás? Író, festőművész, volt divattervező, most már csak divatdiktátor, egyébként közéletügyekben megnyilvánuló közéleti személyiség. Mit szeretnél, hogy még mit mondjak, vagy ennyi, mert azért elég. Ez már bőven sok. Ez már elviselhetetlenül sok. Ez a neked eleve. Is sok? Nem, nekem nem, másoknak. Tehát ez már elviselhetetlenül sok. De nem tehetek róla, ha egyszer ilyen tehetséges vagyok. Hát jó, hát figyelj, erre születni kellett, és hát ez van, most mit lehet tenni? Ez irónia volt. Csak azért, mert ezt be kell jelenteni, tudod, mert a humor érzéki, együttható, tehát ez nem mindig működik. Na jó, nem érdekes, igen. Ezt már mindenhol jelezzük, jó? Tehát, hogyha úgy érzed, hogy mondasz egy poént, akkor majd én zárójelesen megjegyzem helyetted. Hogy... Poén volt, igen. Irónia volt, poén volt, igen. Ebben a műsorban én igazából a vendégekkel mindig azt szerettem körbejárni, hogy mire számíthatunk vajon a következő, hát nem is az, hogy hónapokban, de inkább években, vagy akár évtizedekben, mire kell már most felkészülni ahhoz, hogy aztán azt érezhessük majd 5-10-15-20 év múlva, hogy erejünk teljében sikeresek, boldogok, elégedettek vagyunk, úgyhogy veled is egy ilyen típusú beszélgetésre készülök, ha neked egyáltalán ahhoz van kedved, hogy a jövőről beszélgessünk. Hogy taglaljuk egy kicsit, hogy mi várható, és akkor elemezzük, hogy akkor na ebből majd ez lesz, abból meg amaz lesz. Hát nem tudom, hogy ennek van-e értelme, hogy a jövőt próbáljuk kitalálni, inkább annak van értelme, hogy mi mit csináljunk, vagy mi hogy készüljünk, próbáljunk meg felkészülni arra, hogy egyáltalán ami előtt állunk, szerintem azt valahogyan túl tudjuk élni. Ja, arra kell készülni, hogy túléljünk? Szerintem igen. Mert hogy? Hát figyelj, azért most ugye ez anélkül, hogy különösebben pesszimista lennék, vagy most akkor ilyen negatívumokat kezdenék el sorolni, de hát azért, szóval ez nem egy életbiztosítás, amiben vagyunk. Eleve a járványhelyzet, ha van egyáltalán, mert ki tudja, hogy van. Ugye sokan mondják, hogy nincs, és amit sokan mondanak, ugye? Ugye, hát az ugye. Tehát ha van egyáltalán, meg ha egyáltalán van vírus is, mert ugye itt is mindig bele szoktak abba menni, hogy akkor ez most mesterséges, vagy nem mesterséges, vagy zózis következménye, vagy nem tudom milyen, de meg mindig el szoktam mondani, hogyha Szabó XY-nak levágja a villamos a lábát, akkor abból a szempontból, hogy az illetőnek van-e lába, nem tök mindegy, hogy véletlenül történt, vagy kész akarattal. Érted? Ez is többé lába kész, ez így van meg. Na, szóval ez humor volt. Tehát, hogy én azért azt fogom minden esetre strigulázni, ez most kettő, igen, jó? Kettő. Tehát két poén jó, már megvolt. Kettő poén megvolt, nem röhögtünk, nem baj. Tehát, hogy na most az érted, tehát, hogy van, nincs, mindegy. De azért ez egy komoly kihívás. Ha most azt veszük, hogy nem tudjuk, hogy meddig vagyunk védettek az oltástól, hogy most akkor nem tudom én, x milliárd embert, vagy x százmillió embert, hogy revakcinálnak, 8 havonta meg. Tehát, hogy számtalan kérdés van, ami nemhogy a 1-2 évre előre nem látható, hanem 1-2 hónapra előre se látható, hogy mi lesz. Aztán az se látható előre, hogy ezekből a vírusokból majd mi következik, de az se látható előre, hogy a felolvadó jégtakaró alól mi kerül elő, milyen új baktériumok, milyen új mikróbák. Mert az ember elolvas ezeket a cikkeket, amik ezzel foglalkoznak, és tulajdonképpen az élettől megy el a kedve. Igen. Tehát én személy szerint azt tudnám tanácsolni, amit éveken keresztül nagyon vidáman vettük tudomásul, mikor az ilyen spiriezóizék mondták, hogy éljük meg a pillanatot, tudod? Hát most én ezt tudnám tanácsolni, hogy akkor éljük meg a pillanatot, mert
ez tulajdonképpen valami olyasmi lehet, mint amit a második világháború idején érezhettek az emberek. Ugyan nem lövik a házakat, de fogalmad nincs, hogy lesz-e holnap. Ebből a szempontból tulajdonképpen mondhatná az ember, hogy ez egy kényelmes dolog, hogy éljük meg a pillanatot, mert ugye akkor nem kell foglalkozni annyira a jövővel, de azért te se az a típusú ember vagy, aki nem foglalkozik azzal a jövővel, hogy már most tervezed, hogy mi lesz a következő regényed, mert most tudom, hogy azon gondolkozol, hogy egyébként mit fogsz megfesteni, az ihleteidet rendezed, hogy abból hogy lesz majd kiállítás, tehát értem, hogy éljük meg a pillanatot, de azért te se így működsz. Nem is lehet másképp, mert hogyha az embernek nincs egy víziója, nincs egy jövőképe, nincs egy olyan, ami a szem előtt lebeg, akkor meghal. Hát ez mi? Tehát az nem létezik, tehát ezért nem tudtam azt sose elfogadni, hogy ó, hát nem, mert hát a ma, meg a tudod mikor, ez legalább az a kategória, amikor azt szokták mondani, hogy ilyen párkapcsolat 10 év, hogy hát a külső nem olyan fontos, a belső. Tehát a belső zseb, az fontos, igen. Meg az autó belső. Humor volt. Három. És hogy... Szóval, hogy persze, az embernek fontos, hogy legyen egy elképzelése arra, hogy mégis hova megy, ugye? Mert ahogy szokták mondani, hogy az a hajó sose ér célba, amelyiknek mindegy, melyik irányból fúj a szél, tudod? Hát most, tehát azt azért tudnunk kell, de ennek az éremnek az az oldala is igaz, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy megvalósul. Amúgy se teljesen, vagy 100%-ig biztos, hogy ezek a dolgok megvalósulnak, de most aztán meg végképp nem biztos. Van egy nagyon jó mondás, ami pont erre hajaz, hogy ha el se indulunk, akkor soha nem tudjuk meg, hogy hová juthattunk volna. Tehát, igen, hogy igazából, hogyha az ember tényleg kitűz maga elé egy célt, és legfeljebb nem jön össze, de legalább akkor meg kell próbálni. Igen. Egyébként van ilyen, tehát azért sok ember van úgy, hogy valahogy úgy megpróbálja kihúzni a haláláig. Tudod? Tehát, hogyha semmi. Nincs cél, nincs terv, nincs, tehát semmi. És akkor valahogy úgy ellavírozik, amíg meg nem hal. Na most azért mi, akik alkotó emberek vagyunk, nem pont így gondolkodunk erről a témáról. Nyilván nekem is vannak terveim, meg hát azoknak is voltak terveik, akik mind meghaltak, mégse tudták, hogy meg fognak halni. Úgyhogy ez az ember tervez. Meg az embernek van elvileg előrelátó képessége. Én ezen sokat szoktam gondolkozni, hogy tulajdonképpen az állattól ez különböztet meg bennünket, hogy nekünk előrelátási képességünk van. Tehát tudunk következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy mondjuk mi várható a jövő szempontjából. És az a megdöbbentő helyzet állt elő, hogy föl kellett azt fedeznem, hogy a legtöbb embernek ez nincs. És ezt hogy fedezted föl egyébként? Hát úgy, hogy hallom a megnyilatkozásaikat, látom, hogy miket csinálnak, olvasom az újságban, nézem a közösségi médiában, és arra kell rájönnöm, hogy nekik ilyen nincs. Nincs. Tehát ilyen baromi egyszerű dolog ez például, hogy most vegyük alapul ezt az állítólagos járványt, amiben vagyunk, ezzel az állítólagos vírussal, mert ugye nem tudhatjuk, hogy van-e, mert ez csak lehet, hogy egy kitaláció, hogy a nanochipset megkapjuk a vállunkba, érted? Humor volt. Négy. És tehát, hogy ezt nem tudhatjuk, hogy ezzel a helyzettel micsoda, de most tényleg anélkül, hogy ítéletet fogalmaznék meg, vagy véleményt mondanék, vagy bármi, de ha feltételezzük, hogy most mondjuk, mit tudom én, tényleg olyan komoly a szituáció, akkor tulajdonképpen miért kell sorba állni egy bugyiért a boltba, huszad magammal? Tehát, hogy miért nem várhat az a bugyi? És akkor majd 3 nap múlva, amikor 4 kézláb áll az ágynál, akkor se fogja összekapcsolni, hogy hát nem kellett volna megvenni azt a bugyit, hanem azt fogja mondani, hogy a kurva vírus. Érted? Tehát nincs meg ez a... Ugyanaz, mint mikor kimentünk Spanyolországba, és megvettük a lakást, és hát ugye magyar gyerek révén
magyar emlőkön nevelkedve, én rögtön kitaláltam, hogy akkor a szerződésben ne azt az összeget írjuk bele, ugye? És akkor, hát próbálkoztam ott, hogy is mondták, hogy hát annyira nem tudjuk megvenni. De én próbáltam elmagyarázni, nem annyira szeretnénk megvenni, csak azt írjuk le. De hát akkor mennyire szeretném megvenni, ha az van leírva, hogy akkor az hogy megy? Tehát amit, ugye ezt már elmeséltem egyszer, hogy tehát nem volt meg a kapocs. Érted, hogy hát akkor úgy csalunk, hogy. És az embereknek meg ez a kapocs nincs meg, hogy vagy mondom azt akkor, hogy ne általánosítsunk, mert ez is egy veszőparipája, tudod, a közösségi médiának, hogy ha valamit mondasz, akkor ne általánosíts. És akkor így csinál közben, ne általánosítsunk. Tehát, hogy az emberek nem kapcsolja össze a dolgokat. Tehát nem érti, hogy miközben egyik kezivel hadonászik és kiabálja, hogy azonnal nyissunk ki, a másik kezivel hadonászik, hogy a gyereket nem engedi iskolába, a harmadik kezével meg bizonygatja, hogy nincs is. Tehát, hogy nincsenek meg ezek a kapcsok. És hát, hogy ezek vannak a kapcsok, csak olyan értelemben nincsenek meg a kapcsok, hogy most azért különböző emberekről beszélsz. Tehát, hogy abban az értelemben nyilván van, aki nem akarja a gyerekét iskolába engedni, az szerintem nem megy egyébként el a boltba se. Aki meg elmegy a boltba, az tévedsz. Ezen nem, gondolod? Tévedsz. Igen? Tévedsz. Nincsenek összefüggések. Uh-huh. A pillanatnyi szituáció határozza meg az, hogy akkor éppen most mi van. Tehát hát ez az is lehet, egyébként nem elég fegyelmezettek az emberek. Te mindig minden szituációban fegyelmezett vagy, Tamás? Nem vagyok fegyelmezett, és én is sokszor könnyelmű vagyok, de nem is kiabálok hülyeségeket mellette, hanem tudomásul veszem, hogy igen, én azért sok mindenben könnyelmű vagyok, és akkor esténként otthon mondjuk rettegek, hogy miért nem is vettem föl ott abban a szituációban a maszkot, vagy miért nyúltam az arcomhoz. Tehát, hogy én se vagyok azért a látszat ellenére, humor volt. Öt igen. Figyelj, nem kell, mert belendülsz, és aztán már nem fogom tudni igen. tartani a lépést. Tehát, hogy a látszat ellenére én se vagyok tökéletes, nem erről van szó, csak azért törekszem, tudod. Tehát, hogy az ember törekszik, na, mégis egy irányba. De hozzáteszem, hál' Istennek, senki nem függ tőlem, én se függök senkitől, és ha rám hallgat, akkor mindenki azt csinál, amit akar. Tehát ez nekem teljesen jó. Így is, meg úgy is. Csak hogy kérdeztél, arra válaszoltam. Most, hogyha eltekintünk magától a vírustól, meg attól, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, mert tényleg akkor se, ha van vírus, ha nincs vírus, azt, hogy mit hoz a holnap, azt nem tudjuk. Maximum, nem. Hogy mit szeretnénk elérni a saját lehetőségeinkhez képest, azt tudjuk eldönteni, aztán most vagy sikerül, vagy nem. De én mondjuk, influencer szeretnék lenni. Hát már annyira az vagy, tehát én influencer vagyok? Mi nem gondolod, hogy az vagy? Hát nem tudom, próbáltam így építeni az Insta portfóliómat, nem nagyon jött össze. Humorban. Hat. Jó, de abban az értelemben mindenképpen egyébként influencer vagy, hogy nagy az oldalad látogatottsága, rajongóid vannak, tehát hogy gyakorlatilag sokszor már tinédzsereket meghazudtolva imádnak téged, és csüggnek a szavaidon, tehát ebben az értelemben abszolút befolyásolod legalábbis azt a szűkebb közösséget, ami azért több tízezes közösséget igen. akar, akik naponta figyelik, és naponta azért jönnek a posztok szép számban közélettről, mm. művészetekről. Szerintem ennyien is vagyunk. Ja, úgy gondolod? Igen. Szerintem ennyien is vagyunk, mert nyilván azok jönnek oda, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én. Meg akik értik, amit mondok. Mert nem mindenki érti. Hát aki érti, amit mondok. És akkor ez egy ilyen gondolati közösség, ez a, mit tudom én, 50-60 ezer ember. Azért ez egy nagy létszám, de szerintem ezzel kiismerült. Jó, de azért ők is kapnak néha azért a zudul nekik is a nyakukba egy kis okítás, hogy úgy mondjam, hogy értelmezzék a szavakat, tehát ezért lehet, hogy ott se ért mindenki a szóból, most nem akarom egyébként ezt elviccelni, mert abból a szempontból meg... Hát 50 ezer emberben sokféle van. De nekem tudod, de tényleg ezt most halálkomolyan mondom, tehát hogy ez most itt tényleg nem a vicc helye, hogy elképesztő módon tetszik, ahogy tényleg megfogalmazod a világgal kapcsolatos véleményedet, ahogy
ahogy nagyon sok témában, akár éppen a vírus kapcsán is összefüggéseket keresel, levezeted, hogy te miért gondolkozol valamiről úgy, ahogy, és szerintem ez hiányzik egyébként az emberek többségében. Én azt gondolom, hogy nem az információk bekebelezése, vagy az érdektelenség, hanem egyszerűen nem tudnak szintetizálni. Tehát kapnak információkat, és abból nem tudnak összefüggéseket feltárni. Amit ugye most feszegetsz, ez a téma, ez az írástudók felelőssége témakörébe tartozó dolog, mert egyébként én azt gondolom, hogy eléggé el nem ítélhető módon, hogy nem lenne ennyi hülye, és ennyi retardált, hogyha komolyan lenne véve ez a, nem találok rá jobb szót, ez a népművelés című dolog. Ugye? Az nem véletlenül volt régen, a népművelés, mint olyan. Tehát igenis, aki fejlettebb, aki jobban tud gondolkodni, aki jobban átlát összefüggéseket, annak muszáj, hogy elmagyarázza, mert nem mindenki született úgy, hogy tudja, vagy felismeri. És én egész életemben az edukációban hittem, tehát a divattervezői munka, a műhely létrehozása, a galéria, tehát minden arról szólt, hogy megtalálni a megfelelő embereket, és tanítani, nevelni. Ez erről szól. De új dimenziókat nyitni, új megvilágításba helyezni dolgokat, hagyni, hogy a saját szavaival elmondja, hagyni, hogy végig gondolja, ő maga levonjon belőle bizonyos következtetéseket, amit te utána korrigálhatsz, új aspektusokat villanthatsz föl számára, és így gyakorlatilag önmagát csiszolgatja. De akkor, amikor minden oldalról csak a butaság dől, az a fajta, én nem is tudom, tehát általános iskolás, kisgyerek, színvonalú számonkérés, gyűlölködésnek is nevezhetjük akárminek. Tehát ez a... Szóval ember legyen a talpán, aki ebből fel tud emelkedni. Ráadásul azért az is egy probléma, és a jövő szempontjából fontos, hogy ugye erre is vannak különböző számok, hogy most akkor... tulajdonképpen egy ember ment el Magyarországról, vagy 600 ezer, de hát tegyük valahova a második összeg köré a dolgokat. És hát ugye azok az emberek mentek el Magyarországról, akik bíztak abban, hogy ők külföldön is megállják a helyüket. Ez jelent valamit egy szinten. És ez nagyon hiányzik. Tehát hiányzik a gondolkodó értelmiség. Hát azért van itt a gondolkodó hiányzik a kritikus értelmiség. Hát igen, de az értelmiség egy része beszari is, érted? Tehát, hogy nem egyszerűen, meg nem is vállal föl semmit, mert valahogy a közöny globalizációja és az önzés globalizációja olyan méreteket öltött, és ez nem egy hungarikum, tehát nem egy magyar specifikus jelenség, hogy egész egyszerűen a képzettebb rétegek is leszarják azt, hogy most akkor a kevésbé képzett rétegek rájönnek-e valamire, vagy hogy megtalálják az összefüggéseket, vagy művelődnek-e, tanulnak-e dolgokat. Ha egyszerűen a közöny és az önzés globalizációja, hogy neki legyen nagyszerű, kizárólag saját magára gondol. Figyelj, egyfelől, illetve mindennel egyetértek, de egy dologban árnyalnám ezt a történetet, mert én szerintem nagyon sokan vannak, akik egész egyszerűen azt a szenny áradatot nem akarják magukra húzni, ami azzal jár együtt, ha valaki plasztikusan megfogalmazza a világról alkotott véleményét. És ugye, akárhogy is nézzük, az a fajta gyűlölködés, amit te is szóba hoztál, azért ez a social media terjedésével még nagyobb teret kapott, tehát itt már boldog-boldogtalan megszólal. Nem érvek ellenérvek mentén ütköznek a vélemények, hanem abszolút az emóciók. Indulatok vannak, düh van, frusztráltság van, erre jó lapáttal még rárakott ez a bizonyos covidos helyzet, de én szerintem az, amit te másokkal kapcsolatban számon kérsz, és amit én egyébként teljesen jogosnak tartok,
annak a hátterében én azt gondolom, hogy van, hogy nem a közöny és az önzés van, hanem gyakorlatilag az önvédelem, ha úgy tetszik. Igen. Ez sajnos csak azért nem stimmel, mert ugye a csalán az végül is, miközben az emberi szervezet számára hasznos, a kiskert szempontjából egy rendkívül káros növény. És hogyha úgy gondoljuk, hogy nem szedjük ki a csalánt a kertből, mert az megcsípheti a kezünket, akkor előbb-utóbb nem lesz répa. Következésképpen azt a csalánt, azt ki kell szedni. Tehát az ember neki durálja magát, megpróbál kesztyűt húzni, de a növény rendkívül találékony, és a kis csillói azok bekerülnek a kesztyű alá is, és baromira fog égni és viszketni, de az alkarod mindenképpen, ahova hozzáér. Viszont meg kell tenni, hogy legyen répa. És én ezért nem értek azzal egyet, aha, hogy mert ez is az önzés kategóriája, csak saját magamra gondolok, hogy nekem ne legyen rossz. Ezért kussolok, ezért nem szólok semmit, ezért eltűrök, ezért elfordítom a fejem. Ez ugyanaz a metodika, és most már ezen túl kéne lépni. Tehát ez 2021-ben vagyunk. Ez ugyanaz a metodika, mint amikor a zsidókat vitték a rakparton, és elfordították a fejüket. Ez ugyanaz a metodika. És 30 ember elvitt 3000-et, 400 megnézte, ahelyett, hogy a 400 ember azt mondta volna a 30-nak, hogy elmentek ti a picsába. Értesz-e? Tehát ez ugyanaz a metodika. És ez most vagy ugyanaz, mint a miért gyűlölködünk például? Te tudod? Azért, mert ezt megtanították nekünk. Hát figyelj, van, amire fogékonyak. Nincs olyan, hogy, hát persze, hát igen, ha ide erre az asztalra leszórod a magot, ez nem fog kikelni. Mert ahhoz, hogy a mag ki tudjon kelni, ahhoz termőtalajra van szükség. Tehát te itten szórhatod a mindenféle kisebbség ellenes magvaidat, az üvegasztalon nem fog szárba szökkenni. De hogyha jól megtrágyázott talajra szórod, akkor az rendben lesz. Ugyanerről szól a történet is. És meg lehet sértődni, természetesen sértődni, mindenki tud. Tudod, a buta ember egyetlen tőkéje a sértődés, amit aztán oda-vissza forgat, hát ha lesz belőle valami, de nem lesz belőle semmi. Meg lehet ezért sértődni, szóval nincs ezzel semmi probléma. De sajnos azt kell mondani, hogy erre ugye ez a közeg bizony fogékony. És ezért van borzasztó nagy felelőssége annak, aki ilyeneket beszél, mert pontosan tudja, hogy fogékony közegbe fog hullani. Igen, a magja. Aki ilyeneket beszél, az nem véletlen beszél ilyeneket, tehát hogy ugye hát azért tegyük hozzá, hogy nem ezért... Nem tévedésből mondta ki, hanem igen, azért, mert ez a saját érdeke. Tehát ez nem... Tehát az elfordítom a fejemet, az nem működik. Elfordítani akkor kell a fejedet, amikor a kollégádat elkapod, hogy a kolléganődet kúrja a vágószobába. Akkor el kell fordítani a fejedet, mert az egy nem rád tartozó ügy. De egyébként közéleti kérdésekben, hogyha valaki ad magára valamit, akkor nem fordíthatja el a fejét. Én ezt eléggé el nem ítélhető módon így gondolom. De mondom, én ezt abszolút maximálisan azt gondolom, hogy ez egy... Nem egy hálás feladat, tehát mondjuk azt, hogy nem egy hálás feladat, nem. Viszont tök követendő talán, de a világ mégse ebbe az irányba nem megy, tehát hogy nem azt látjuk, és nem csak Magyarországon, nem, tehát nem szűkettenemle én se, hogy te is mondtad, hogy ezért ez nem csak Magyarországon. Jó, de azért te is megnyilatkozol, meg jó, azért nyilván nem te is kapod ezeket a dolgokat. Akar, igen. Igen, de szóval igen, tehát azért mi egy másik kategória vagyunk, mert azért te is elég sarkosan kiállsz a véleményeddel olykor-olykor, amikor elüt egy szintet benned a dolog, akkor... Igen, jó, de én most igazából nem is erről akartam beszélni, hanem arról, hogy abban az értelmezettem, de ez egy állásfoglalás volt, hogy eljöttél a tévétől. Sok minden állásfoglalás, ugye nyilvánvaló, tehát, hogy vannak ezek az állásfoglalások, aztán mindenki azt magyaráz egyébként bele, amit szeretne. Nem, elnézést, amit az értelmi képességei megengednek. Jó, akkor amit az értelmi képességei megengednek, de abból a szempontból igen, nyugodtan szomorkodhatunk együtt, hogy úgy néz ki, igen, hogy a 21. század az nem az értelem fellángolásáról szól, bizonyos értelemben, meg az elbutulásról, hogy most ezt hosszan nem kell ecsetelni, hogy mi minden vezetett ehhez, de hogy én ebből a szempontból nem vagyok teljesen nyugodt, hogy mi lesz itt majd 5 év múlva, 10 év múlva, ha csak azok a fiatalok, akik most 10 évesek, és azért szerencsére ők azért máshogy szocializálódnak, ők talán egy nyitottabb gondolkodást, meg egy másfajta véleményformálás, meg véleménykinyilvánítás. Hát ha lesz még nekik min,
gond, tehát érted, tehát, hogyha effektív lesz még asztal meg szék, amire leülhetnek, hogy gondolkodjanak. Hát, hogy elve is lehet gondolkodni, mert hát most már azért a technológiai fejlődés azért az olyan méreteket ölt, hogy, hogy lassan már nem is kell hozzá, hanem így át. Hát nem tudom, szóval a jövő szempontjából ez egy érdekes történet elé nézünk itten. Különben te hogy látod magadat mondjuk 10 év múlva? Hát, te képzeld el, ezen még nem gondolkodtam. Hát, azt megbeszéltük, hogy ősz nem leszek. Semmiképpen, azt én kategorikusan megtiltottam neked, tehát te ősz nem leszel. Ősz nem leszek, azt megbeszéltük. Valószínűleg kövér se. Tehát ez a kettő mondjuk nagyjából biztos. Az összes többit azt nem tudom. Hát nem, egyszerűen nem is tudom el se képzelni, hogy mi lesz. Ha most így, de most, hogyha tényleg megkérlek, hogy csukd be a szemedet, és mondjuk egy tevékenységet képzel, hogy mit fogsz csinálni mondjuk 10 év múlva, a legnagyobb kedve most szerint, lehet, hogy nem az lesz 10 év múlva az, amit leginkább csinálsz, de hogyha most lenne 10 év múlva, és becsuknád a szemedet, és látod magadat, akkor mit csinálsz éppen? De festeni biztos, hogy fogok. Aha. Tehát, hogy festeni biztos fogok. Szerintem nagy valószínűséggel háttal ülök a világnak. Tehát az addigra elég. Mindenkinek háttal. Igen. Tehát ez valószínűleg biztos. A kutyáim azok lesznek, tehát az remélem ugyanezek, de hogyha esetleg mégse ugyanezek, akkor tehát az biztos, hogy lesz. Festeni az biztos, hogy fogok. Írni azt nem tudom, hogy fogok-e már, viszont baromi jó érzéssel fogom számolni a jogdíjamat. És addigra felépül az a szép tengerparti ház, amit megálmodtam magamnak, és akkor azt úgy ott úgy nézem a tengert, és akkor már kizárom ezt a sok baromságot, ami körülvesz. Tehát valami ilyesmit tudok egyébként elképzelni, mert hajtépésmű már volt elég. A tenger egyébként téged megnyugtatta? Az a típus vagy, akit a tenger nyugtat meg? Igen. Én mondtam is, hogy én a tengernél szeretnék elpusztulni, és valahogy, és azt is mondtam, hogy engem semmi szín alatt, ne bármilyen formában, nehogy földbe rakjanak, mert visszajövök, és lekaszálok mindenkit, érted? Bosszúállóként térek vissza, és a következő 100 évben mindenki megemlegeti. Tehát, hogy azt biztos, hogy ne. Égetés, hamu, tenger, kész, ennyi. Tehát, hogy nekem ez mindig, tehát nekem a tenger az valahogy kicsi gyerekkorom óta nekem a tenger, érted? Tehát az, tehát amikor beteg voltam is, hogy mit tudom, micsoda, én ott ültem a szélbe, és akkor a tenger, hát ezt, ennyi. Fürödni nem nagyon szeretek benne, de nézni, meg ott lenni, meg a lábam áztatni, azt igen. Én érdekesen pont ugyanezt, tehát, hogy halljam a tenger zúgását, nézzem, annyi, hogy bemegyek, megmártozom, és már ott se vagyok, tehát, hogy... Nem, mert ott van mindenféle lények, ott húszkálnak, és ez veszélyes. Azt nem akarom. Tehát, hogy a tenger. Tehát így, meg hát szeretem nézni az égboltot. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó dolog, mert ott, ahol most lakunk, ott viszonylag kevés a fényszennyezés. Aha. És nekem van egy teleszkópom, egy közepes méretű teleszkópom, és akkor azzal lehet nézni. Nézed a csillagokat? Hát meg a bolygókat. Aha. Igen, amikor olyan a konstelláció az égen, akkor lehet látni. Ez egy nagyon nagy kedvelés nekem. Ha mondjuk nem az égen nézed a bolygó konstellációját, hanem mondjuk már nem is A4-es papíron, vagy A3-es papíron, nem tudom, mert hát azért azt mind a ketten tudjuk, hogy te hiszel az asztrológiában, mint tudományban, sőt, nagyon sokszor azért meg is nézed, nem, hogy mi áll a csillagokban. Kiigazítanálak. Mert
úgy feltenni egy kérdést, hogy te hiszel-e az asztrológiában, az olyan, mint hogyha azt kérdezném, hogy hiszel-e a nyelvészetben. Hát most, mert ez az objektív valóság kategóriája, tudod? Tehát, hogy ezt nem kell benne hinni. Tehát ez például az asztrológia, az pont olyan, mint a gravitáció. Megfogod a csészét, elengedett, függetlenül attól, hogy hiszel benne, vagy sem, az földre fog esni. Érted? Slussz, kész. És azért ebben a dologban, ha most az asztrológiáról beszélünk, akkor ebben a dologban is rendet kell tenni. Mert egy olyan, nevezhetjük tudománynak is, de legyen ez egy bármi. Tehát egy olyan bármit, ami több ezer éves empírián alapul, és gyakorlatilag lekövethető asztronómiai szempontból és bizonyítható, arról nem lehet úgy nyilatkozni, hogy akkor én most ezt úgy gondolom, hogy van, meg én most ezt úgy gondolom, hogy nincs, mert valamit megítélni, véleményezni, negatívan, pozitívan, de elsősorban negatívan, és tagadni meg elutasítani, amiről fogalma sincs valakinek, az a tudatlanság legnagyobb foka. Ugye, amiről te beszélsz, bocsánat, csak ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt mondod, hogy bizonyítható. Ugye az asztrológiával kapcsolatban nem az a kérdés, hogy létezik vagy nem létezik, mert azt tudjuk, hogy létezik. A kérdés inkább úgy vetődik föl, hogyha mondjuk valakinek éppen megcsinálja valaki a horoszkópját, akkor azt én állíthatom el, hogy az ő születése pillanatban a bolygók állása az olyan hatással van rá, hogy te meg tudod mondani, hogyha nem tudom ő mikor született, akkor vele ez és ez történik, ez van benne a horoszkópjában. Tehát, hogy ezért ezek azok a kérdések, amelyek szerintem nagyon-nagyon sok tudományos vitatárgyát képezik. Ezek emlékszem, hogy megosztó dolgok, mert egyébként valóban a te felvetésed jogos, mert ezt hiszik az asztrológiáról, de az asztrológia tulajdonképpen nem ez. Tehát az asztrológia az nem a jóslás tudománya, pénzt lehet vele jól keresni. Ajaj, lehet látni az ilyen üzletközpontokban, ahol mennek az emberek, és oda leülnek, és persze, akkor megkapják és a jövőt. És az emberek döntő többsége azt gondolja az asztrológiáról, hogy az arról szól, tudod, amit lát a magazinba, hogy mit tudom én, az oroszlánok ne menjenek ki az esőbe, mert elázik a hajuk. Tehát ugye kedden. De az asztrológia az nem ez. Tehát ugye először is nem akarom nagyon bőlére ereszteni a történetet, de azért mondom csak ezt el, mert nekem van e-tárgyú diplomám, de szóval, na, tehát csillagász, asztrológus, tehát ugye az asztrológia és az asztronómia korábban egy tudomány volt, a csillagászat és a csillagfejtés. Nem a csillagjóslás, a csillagfejtés. Ugye olyan emberek alkotnak véleményt mondjuk az asztrológiáról, akinek gondot okoz a 9 bolygó felsorolása. Milyen alapon teszi? Aki el se tudja képzelni, hogy mondjuk a nap körül milyen sorrendben keringenek ezek a bolygók, és hogy milyen pályát írnak le a nap körül. Fogalma sincs. Azt gondolja, hogy mint a neutronok keringenek, hanem vagy egyáltalán nem is tudom, mit gondol. Viszont véleménye van. Hibás az az asztrológus tanonc is, aki mondjuk, meg az is, aki ilyen iskolát szervez, aki mondjuk egy 4 éves egyetem helyett, amit mondjuk én jártam, 3 hónapos talpalóval próbálja megtanítani azt a tudományt, amit vagy nevezzük bárminek, hogy ne lehessen belekötni, azt az ismeretanyagot, ez így jó szó, ami egyébként több ezer év megfigyelésnek a következménye. Az asztrológiából ki lehet alakítani bizonyos tendenciákat. Érdemes egyébként megfigyelni, hogy az asztrológiának az úgynevezett analógia rendszere, az hogyan működik.
Mert hogyha valamit több ezer éven keresztül megfigyelsz, és akkor tudod, hogy mi van akkor, hogyha a legrövidebb a nappal, legrövidebb az éjszaka, mikor van az ez, az, amaz, amikor azt a csillagot látta az égen, akkor mi történt, amikor ezt akaz. És ez egy azon túlmenően, hogy úgy kell ezt fölfogni, mint egy ilyen történelemkönyv, vagy egy ilyen nagy mese az egész, azon kívül valóban lehet következtetéseket levonni. Én egyetlen egy példát szoktam erre mondani, aztán be is fejezem a győzködést, mert nekem nem célom senkit sem meggyőzni, tudod, a csésze, meg a gravitáció. Szóval vesszük például a Föld körül keringő holdat. Itt azért két dolgot érdemes ezzel kapcsolatban figyelembe venni, ugye? Az ember testének a legnagyobb része víz. A hold a tömegvonzás törvényéből kifolyólag óceánok megmozgatására képes. Akkor miből gondolódik az, hogy arra a szervezetre, aminek a legnagyobb százaléka víz, mondjuk ennek a bolygónak nincs energetikai befolyása. Mindennek van. Ez az egyik. A másik. Ugye tudjuk, hogy két holdciklus létezik. Például az egyik a 27,1, a másik a 28,5 napos holdciklus. Elnézést, hogyha belemerülök dolgokba. Ezt te se jó környezetben mondod, tehát, hogy most így... Na, az egyik az a nők ovulációjával esik egybe, a másik pedig a menstruációs ciklusnak. Tehát, hogy lehet, hogy ez pusztán véletlen. Érted? Lehet. Így alakult, így jött ki a matek, ahogy szokták ebbe mondani. Tök igazad van, én azért szeretek vele beszélgetni, mert lehet vitatkozni, hatások. Mert szerintem, akik azt tehát valószínűleg én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak van olyan fajta alapműveltsége, hogy nyilván nem vitatják azt, hogy a hold, árapály, stb., és akkor lehet ebbe belemenni, hogyan hat mondjuk az óceánok viselkedésére, vagy hogy hat az emberi szervezet, és mondjuk fiziológiai megnyilvánulása van annak. Akik az asztrológiával kapcsolatban kitkednek, és nem akarok igazságot tenni se pró, se kontra, azok inkább azt vitatják, hogy ezek a hatások az egyén szintjén, mondjuk egy karrierútban, egy életpályában, hogy most mikor éri esetleg baleset, vagy mikor nem éri baleset, sokféle. Ennek van-e ilyen hatás? És azért volt ez érdekes számomra, amiket most mondasz, mert én annól csináltam, nagyon sok tudóssal készítettem interjút, és egy csillagász hozott föl nekem egy olyan példát, hogy ő áltudománynak tartja az asztrológiát, mégpedig azért, mert azt ő érti, hogy megnézik, hogy hogyan lehet látni, akár az ókorban, amikor ugye ez az egész elindult, hogyan lehetett látni a csillagokat, de hogy pontosan milyen távolságra vannak a Földtől, és ő a Marsot hozta példának, ami mit tudom én, az 50-valahány millió kilométertől a 120 valamennyi kilométerig van a Földtől mért távolsága annak függvényében, hogy a röppáját hogy írja be. Ő azt mondja, hogy abból nem lehet azt a következtetést levonni, hogy nem tudom, Gizike, nem tudom, 2021 április nem tudom hányadikán ne menjem a napra, mert megég. Ez a tudomány apró pénzre váltása. Tehát ez a tudomány apró pénzre váltása, igazából ez nem erről szól. Aha. Tehát ugye most én azt hittem, oda akarsz kilukadni, hogy ugye van a nap körül keringenek ezek a bolygók, és tulajdonképpen ez egy ilyen korong alak, mert ugye az ekliptika, ahol keringenek a bolygók, tehát ott az ugye csak egy bizonyos, egy szelete gyakorlatilag a naprendszerből, az egy szelet, ahol körbe keringenek a bolygók, és én azt hiszem, hogy oda akarsz kilukadni, hogy a Mars, mit tudom én, a harmadik bolygó, és akkor az milyen fényszögbe kerül a Jupiterrel, ami mondjuk a hatodik bolygó, és akkor a kettő közötti távolság, és igaz, hogy itt úgy látom, hogy mit tudom én, 135 fokot zárnak be, de közben meg ott a távolság, és azt nem látom, azt hiszem, ide akarsz kilukadni, de ezek szerint nem. Tehát a csillagász kollega nem határozta meg rendesen ezt a dolgot, de mindegy. Hát biztos, hogy meghatározta, most megmondom, hogy szerintem 10x év távlatában már nehéz volt ezt nekem visszanézni, hogy hogy jött a távolsággal. Tehát, mert én nem végeztem el azt az iskolát, amit elvégeztem. Lényegtelen is ez a történet, nem bírálni szeretném, csak azt szeretném mondani, hogy azt én sem tudom pontosan, hogy az megjósolható-e az asztrológiából, hogy Kovács B. Jánosné december 2-án eltöri a lábát. Tehát ezeket én nem tudom. Van, aki ezt azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem, én ezzel nem foglalkozom. Én azt tudom, a saját horoszkópom
tapasztalatai alapján, hogy vannak keretek, amikben mozoghatunk. Az én professzorom, dr. Janák Lajos azt mondta, hogy csak az történhet meg veled, ami a születési radikus, és csak úgy történhet meg veled, ami a születési képletedben, a radixodban benne van, de nem biztos, hogy minden megtörténik veled, ami abban benne van, mert egyébként ott a szabad akarat. Veled különben megtörtént már minden, ami benne volt a születési képletedben? Hát figyelj, amik ugye az analógia rendszerből következő karakterisztikák, azokat én abszolút hozom. Tehát azokat én abszolút hozom. Megint nem akarok belemenni, ugye, mert nem, vagy hogy mondjam, tehát nem értik azt az emberek, hogy tehát nem ránézünk egy képletre, és akkor mondunk valamit, hanem ahhoz, hogy mondjuk egy évet meg tudjunk vizsgálni, hogy nem az, hogy milyen események lesznek, hanem hogy egyáltalán az az év hogyan, miképpen fog lezajlani, vagy történni, ahhoz el kell készítenünk egy szolárhoroszkópot, meg kell tanulnunk direkciószámításokat, csillagidőszámításokat, a földrajzi helynek a kiszámítását, mert ugye ott is másképp érvényesülnek a fényszögek, akkor meg kell néznünk a tranzitokat, meg kell néznünk, hogy a tranzitok hogyan helyezkednek el a születési horoszkóphoz képest, a radixhoz képest, ott mik vannak a szolárhoroszkóppal, az évre előrevetítő horoszkóppal. Tehát ez egy, ahhoz, hogy három mondatot ki tudjál mondani, az egy 8-10-12 órás számítás. És vannak benne, igenis vannak benne olyan tendenciák, amik analógia szinten működnek. A te képletedben benne volt az a fajta sokoldalúság, az a tehettesz kiolvasható volt benne, hogy akármihez hozzányúlsz, abban tulajdonképpen nem. Kiemelkedően tehetséges vagy? Nem. Tehát nem. Ezt nem lehetett nem. Ebből kiolvasni? Nem. Ebből ezt nem lehetett kiolvasni. Az én képletemből azt lehetett kiolvasni, hogy miután a Szaturnuszom a Bak jegyében áll a 11. házban, együtt a Holddal, azt lehetett kiolvasni, hogy én egy érzelmileg hűvös valaki vagyok, aki rendkívül szorgalmas, rendkívül kitartó, és rendkívül erős akaratú, és ehhez a 11. ház analógiájaként megfelelő külső támogatással rendelkezik majd az életében. Ezt lehetett belőle kiolvasni. De az, hogy ez most a faszikám divattervező lesz, mert az egyes házban áll a Vénusza, ami egyébként jelentheti azt is, hogy azért vagyok ilyen gyönyörű. Szép. Humor. De teljesen mindegy. Aha. Tehát ezt lehetett kiolvasni. Az, hogy majd ő pingalézi ottanak is aranypirosat, és akkor közben nem tudom én, tud-e majd menni pisilni, vagy eldugul a pöcse, azt nem lehetett kiolvasni belőle. De azt megint ki lehetett olvasni belőle, hogy egy bikában álló Mars, amelyik kvadrátban áll, mondjuk egy oroszlánban álló Uránusszal, az olyan, hogy jobb, ha szaladsz. Ezt én egyébként verbális szinten tudom, hogy a te esetedben jobb, ha szaladsz. A Merkur egyes házas napom van, cicvárek, és a Merkurom együtt áll az aszcendensemmel. Hát ez ugye megint ott az írás, a gondolkodás, a verbális kifejezőkészség, stb. Azért mondom, tehát azt tudtam, de azt nemrég mesélted el, hogy tőled nem csak verbális értelemben kell elszaladni, tehát nem csak a szavaddal tudsz igazából gyilkolni, hanem hogy van benned egy ilyen ős erő, ami fiatal korodban... Nem tudtad? Nem, én ezt most mesélted nem olyan régen. Hát én se ledöbbentem, hogy... Téged még nem kellett, hogy megverjelek. Hát és ez milyen jó érzés nekem, hogy ez azért így kimaradt. De ezt sose gondoltam volna rólad. Tényleg? Nem. Nem? Tehát ezzel teljesen megleptél. Tehát azt igen, tudtam, mert, hogy igen, élesre van vágva a nyelven, de hogy... Mikor mi már ilyen jóba lettünk, addigra már megvoltam szelidülve. Ja, hogy akkor már te csak egy szelid oroszlán vagy. Megszelidültem, fogatlan oroszlán lettem. Na tessék. Tehát, hogy... nem kivető. Tehát, hogy fogatlan oroszlán lettem, addigra már megszelidültem. De ezt egyébként halálkomoly mondom, hogy sose gondoltam volna de rólad, volt, hogy... De vannak erről legendák. Hogy hány embert megfutamítottál a... Csottam ezőről.
Igen, nem nagyon tudtam sajnos kezelni ezt az agresszió potenciált, tudod, ami bennem volt, és akkor, mikor kicsi voltam még, és akkor voltak ezzel ilyen problémák, mert az iskolában is azt gondoltam, hogy honnan merítettem ezt, mert édesapám is olyan békés, természetű ember volt szerintem, hogy hetekig gondolkodott, hogy egy legyet agyoncsapjon-e, tehát hogy ezt nem is értem, hogy ez mindegy, hát ez a hetedik csoda. És akkor hát én úgy gondoltam az iskolában is valamilyen úton, módon, hogyha tehát, hogy az az én érdekérvényesítésemnek az egyedüli módja, hogyha lecsapom. Tehát, hogy, és kicsi a bors, de erősabb. És akkor, amikor ezzel gond volt, ugye, és akkor azt javasolt a testnevelő tanárunk a szüleimnek, hogy valami küzdő sportra írassanak be, és akkor beírattak engem cselgáncsot, tehát akkor még ugye az volt, nem voltak ilyen modernizék, tudod, hogy akkor most ilyen japán, meg kínai, ja, meg akkor ott állok, meg én nem, hát oda. És akkor mondta a tanár, hogy az a két dologból lesz kifolyólag nagyon jó, egyrészt kiélheti az agresszítását, másrészt meg egyszer-kétszer úgy elverik, hogy beszarik, elverik őt, hogy beszarik, és akkor minden jó lesz. És akkor tulajdonképpen el is vertek, meg azért voltam, de törtem is azért itt-ottam ott, de megmondom neked azt, hogy 12 évig jártam, és kifejezetten élveztem, tehát kifejezetten élveztem azt, hogy a nálamnál nagyobbakat és erősebbeket püfölhetem. Pedig nincs bennem szadizmus, csak valószínűleg ez a, tudod, ez a kész. És akkor eltéptem. De különben lehet, hogy ezért élvezed azt, hogy a véleményedet kinyilvánítod nagyon-nagyon sok közéleti kérdésben, mert tulajdonképpen képletesen akkor is kvázi a hatalmasságokat püfölöd. Lehet, igen, tényleg. Milyen igazad van, erre nem gondoltam, de valószínűleg ez a hatalommal való állandó szembeállásom, mindegy, hogy Horn Gyula vagy Orbán Viktor, állandóan szembeállok, érted? Mindenkivel szembeállok. Én egy ilyen embert, érted, én örök ellenzékben vagyok. Tehát nekem teljesen mindegy, hogy ki, hogyha most a politikusokról beszélünk, hogyha a Fekete Győr lenne, nem tudom, akkor a Fekete Győrrel állnék szembe állandóan. Mert nekem ez a konfrontáció valahogy, ez nekem így benne van az életemben. Hát újságírónak kellett volna lenned? Mert akkor aztán konfrontálódhatnál napestig. Mindenhonnan ki lennék tiltva. A parlamenttől kezdve a képviselői irodaházon. Mindenhonnan ki lennék tiltva, érted? Mert olyanokat kérdeznék, hogy a faladná a másikat. De a szerkesztőségekből is ki lennél szerintem tiltva, mert a szerkesztőség vezetőit sem bírnád nagyon elviselni magad körül, nem? Hát, hogyha a seggfejek, akkor valószínűleg nem. Tehát, hogyha valaki... Tudod, én tudod, mire jöttem? Én azt nem bírom, hogyha valakinek nem az a feladata, és érdekeket szolgál. Én azt nem tudom, mert ugye, tehát mikor mondják, hogy konfrontatív vagy provokatív kérdéseket tesz föl az újságíró. Hát könyörgöm. Hát az az újságírónak a dolga. Én se szerettem az újságírókat, sose, de ettől még az újságírónak az a dolga, hogy provokatív kérdéseket tegyen föl. Meg egy újságírónak az a dolga, hogy leleplezzen dolgokat. Tehát egy újságírónak kritikai szemlélettel kell hozzáállni az asztalhoz is. Tehát ne, hát ez attól az, ami. Hát a tájékoztatás, az egy abszolút szent dolog kéne, hogy legyen. Tehát csupa olyan újságíró, és persze lehet rájuk haragudni, meg lehet őket utálni, meg nem tudom micsoda, hát ilyen foglalkozást választottak, érted? Hát a vegetáriánusok körében a mészáros se népszerű, érted? Hát ilyen foglalkozást választott, ez egy dolog. De neki, de ugye egy újságírónak az lenne a feladata, hogy hát úgy tudnám megfogalmazni, hogy az újságírónak a létezése, az maga kell, hogy legyen a szembesítés. A puszta létezése. Tehát amikor, mit tudom én, ha lenne ilyen. Ha egy sajtótájékoztató meglátják XY újságírót, akkor a politikusnak görcsbe kell, hogy ránduljon a gyomra, mert tudja, hogy az az Ica, vagy az a Pali, őtől mindjárt olyat fog kérdezni, hogy a szeme ugrik ki. És ezt neki sajnos el kéne tűrnie. Na egyébként, amiért a politikusok nem tűrik el, szerintem az konkrétan az, hogy az emberek nem kényszerítik. Tehát megint eljutottunk oda,
hogy igazából azért nincs az újságíró társadalomnak igazán becsülete. És eljutottunk az asztrológiához, ami azt mondja, hogy minden egy. Hát szerintem ez egy tök jó végszó volt. Köszönöm, hogy itt voltál.